Sziasztok, én Takács Petra vagyok, ez pedig a TP Makeup YouTube csatornája, ahol sminkeléssel, bőrápolással és mindenféle ehhez kapcsolódó témával foglalkozunk, úgyhogy ha úgy érzed, hogy ezek közül bármi is érdekelhet téged, akkor iratkozz fel a csatornámra. Ma pedig korcsú alá vesszük az 5+1 bőrápolós terméket, amire az ég egy adta világon semmi szükséged nincsen. Szóval, hát mint ahogy talán észrevettétek a szemfülesebbek, nem volt múlt héten videó, ezért elnézést kérek, csak annyira összejött az élet, hogy egészen egyszerűen most először május óta abszolút nem fér bele, hogy videót készítsek. Vettünk egy lakást, azután kellett rohangálnom, átköltöztettem a szalont, közben ugye ilyen menyasszony szezon van, tehát volt egy hétvégém, a csütörtök, péntek, szombat, vasárnap esküvőn dolgoztam, meg még egyébként a szalomban lévő vendégeim, szóval egyszerűen képtelen voltam leülni videót készíteni, bocsi, de most itt vagyok, és hoztam nektek egy szerintem jó kis érdekes szaftos témát a mai videóba. Mint ahogy azt sokan tudhatjátok, én kozmetikus és profi sminkes vagyok, és egyébként a bőrápolás elkötelezett híve, főleg a mindennapi otthoni bőrápolásé, de ettől függetlenül van egy csomó dolog a piacon, amire az ég egy adta a világon semmi szükségetek nincsen, úgyhogy most ezeket fogjuk sorra venni, nézzük mindjárt az elsőt. Az első, amitől agyideggörcsöt tudok kapni, az ezek az ilyen mindenféle kövek, nem tudom, jávaköves, vagy a tököm tudja milyen köves, ilyen arc görgető viszembaszom, ami azt ígéri nektek, hogy nem tudom, a kőnek a hatására, meg a tököm tudja minek a hatására, majd nektek mennyire csodálatos lesz a bőrötök. Sajnálatos módon azonban ez a lelketeken kívül semmi másnak nem használ, mert azon kívül, hogy jó érzés, hogy ez a hideg kő ott guri-gurizik az arcotokon, abszolút semmiféle hatása nincsen a bőrre. Igen komoly gépek kellenek ahhoz, például egy ultrahang, vagy egy mezolézer, vagy bármi, hogy a ható anyagot azt mélyebbre le tudja juttatni a bőrbe, mintha csak ugye kézzel fölvinnénk a különböző krémeket. Tehát, hogyha ilyen komoly, több százezer forintos gépek és nagyon komoly technika kell ahhoz, hogy bármit is ugye a kézi bevitelnél mélyebbre juttassunk a bőrbe, akkor kérdezném én, hogy egy ilyen pár ezer forintos vacak mi a jó Istent tud csinálni a bőrünkkel? Nyilvánvalóan semmit. Tehát ugyanaz a hatása lesz, mint hogyha kézzel felvinnéd a cuccot a bőrödre, maximum, mint ahogy már mondtam, a lelkednek jó, hogy ez a vacak gurigázik az arcodon. A második ilyen a szintén oltári nagy népszerűségnek örvendő, ilyen mindenféle lehúzós, főleg ezek a fekete maszkok. Sajnálatos módon az ilyen maszkokba legtöbbször, kapaszkodj meg, ragasztót kevernek, tehát rendes ragasztót, attól ugye ragad oda a bőrödre, és attól lesz ez az ilyen brutális letépő érzés, ami egyébként a videókon nagyon szuperül néz ki, hogy így rángatja le a bőrt a fejéről a szerencsétlen. De amúgy ez a bőrödnek, tehát ez a nagyon erős ilyen stripping, húzó mozdulat rohadtul rosszat tesz. Tehát feltépi ugye a hámsejteket, nyújtja a bőrödet, tehát meg hát ugye már is beszéljünk arról, hogy az, hogy ragasztót teszünk a fejünkre, az ugye mennyiben tesz jót a bőrünknek, nyilván semennyire. Úgyhogy akármennyire is jól néznek ezek ki, meg ahogy ott ránagyítva ilyen kis bizbaszok vannak benne, hogy ugye belemagyarázzák, hogy ez majd neked kihúzza a pórusaid közül a dzsuvát, nem húzza ki, tehát maximum a kis felületi valamit leszedi a bőrödről, de egyébként mélyen a pórusok közé nem tud ez a vacak bemenni, meg hála jó Istennek, hogy nem tud, mert ugye különben bemenne a ragasztó a bőröd közé. Szóval lényegi változást nem fogsz ezzel elérni, ha szeretnél a miteszereidre, meg a pattanásaidra hatni, és ténylegesen pórusokat akarsz tisztítani, akkor szerezd be egy jó
BH-at, és azzal hámlasz esténként heti kétszer-háromszor, ne ilyen lehúzogatós szarokat vegyél. Én nem vagyok egy ilyen nagyon hangos természetvédő, de azért a mindennapi életemben igyekszem minimalizálni az ilyen eldobható dolgokat, tehát hogy legalább próbáljuk meg nem telehányni a környezetünket szeméttel, úgyhogy az elkövetkezendő kettő ilyen dolog az igazából ez miatt sem ajánlott, meg más miatt sem. Az első azok az ilyen szem alatti ilyen kis párnácskák, nem tudom, hogy ennek mi a magyar neve, főleg Instán meg TikTokon lehet rengeteg ilyet látni, hogy különböző ilyen színes, szagos szem párnákat, maszkokat, mialófüttyöt tesznek a szemük alá a nők meg a férfiak. Ugye ez az első probléma, amit már elmondtam, hogy fölteszed, eldobod, tehát hogy ez akkora waste-et termel, akkora szemetet termel, hogy ez az hihetetlen, hogyha ezt nagyon sokan használják. A másik dolog pedig az, hogyha kicsit hozzáértőbb bőrgyógyászt kérdezel meg, vagy mondjuk engem, akkor eleve elmondja neked, hogy szemránckrémet használni igazság szerint teljes mértékben fölösleges, és mindenféle ilyen szem alatti vackot, ugyanis a szemránckrém az semmi más, mint egy újra csomagolt és jól megmarketingelt hidratáló krém. Tehát, hogyha te használod a különböző jó minőségű arcápolási termékeidet, amik ugye anti-aging és hidratáló hatásúak, például mondjuk a hialuronsav, vagy mondjuk használsz C-vitamint, használsz retinalt, használsz ugye nagyon jó lemosót, hidratálót, illetve fényvédőt, és ugye ezt mind kened, tehát a szemkörnyékedre is óvatosan, akkor gyakorlatilag a semmi szükséged arra, hogy vegyél egy csiliárd forintos szemránc krémet, vagy egy ilyen kis ráadásul eldobható padot, ami ugye általában, mint ahogy már mondtam, színes és szagos, tehát van benne színező és van benne illatanyag, ami meg még annyira sem jó, tehát ez pusztán pénzkidobás és környezetszennyezés, semmi más. A másik ilyen, amitől falnak tudok menni, azok ezek a nedves arctisztító törlő kendők. Ezeket szerintem be kéne tiltani, mert akkora kárt okoznak mind a természetnek, mind pedig a bőrödnek, hogy ez hihetetlen. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy ilyen arctisztító kendővel mos arcot, akkor így ezt tudnám csinálni, ugyanis ezek semmit nem csinálnak, csak tologatják a dzsuvát az arcodon, jó, valamennyit leszednek nyilván, de nagyon sok ott marad. És ráadásul ugye ugyanúgy, mint a micellás víz után, amiről egyébként nézd meg ezt a videót, hogy miért kell lemosni, ezeket sem szoktuk lemosni. Tehát az összes ilyen illatanyagot, meg olajat, meg mindenféle felületaktív anyagot, ugye ott hagysz a bőrödön, az ott elkezdi bontani a természetes bőrfelszíni emúziódat, és gyakorlatilag tönkreteszed vele a bőrödet. A másik pedig az, hogy ugye ahhoz, hogy egy ilyen hülye kendővel leszedjél bármit is a fejedről, rohadt erősen kell dörzsölni az arcodat. Az pedig soha nem jó, hogyha nagyon erős fizikai behatást kell a bőrödre gyakorolni ahhoz, hogy bármi is történjen vele. Ezért van az, hogy lehet látni az ilyen mindenféle celebecskéket, meg Instagram-mereket, hogy ugye szedi le a sminket ezzel a kendővel, és vörösödik az egész arca. Hát nyilván. Tele van ez is illatanyaggal, mindenféle olajokkal, meg minden szarral, és ráadásul ugye 2-3-at elhasználsz, mire nagy nehezen levakarod a fejedet, és még úgyis egy csomó ott marad, mert ugye nem tud bemenni a pórusok közé, képtelen onnan kitisztítani bármit is, a felületét leszedi, aztán utána fogod ezt a három vackot, és eldobod. És hogyha ezt reggel este csinálod, akkor ki lehet számolni, hogy egy ember hány ilyen vackot dobál el egy nap? Tehát az, hogy környezetszennyező, az egy dolog, de hogy ez mekkora a pénzveszteség, tehát hogyha vennél egy normális, pumpás, vagy bármilyen arclemosót, és azt használnád, sokkal több pénzt spórolnál meg magadnak.
Úgyhogy léci, ne használjátok ezt arctisztítónak, maximum ha elmentek a szigetre egy pár napra, akkor vigyetek magatokkal egy ilyet, és törölgessétek vele a hunatok alját, meg nem tudom, ha nagyon muszáj, akkor a fejeteket, de amúgy ne, léci ne. Az utolsó, igen, erről is csináltam már egy külön videót, de ez most annyira dübörök, hogy úgy érzem, hogy muszáj még egyszer elmondanom, ez pedig a cukros, vagy cukorral, vagy sóval, vagy valami, mint a kávéval történő bőrradírozás. Ugye ezt nem akarom megint kifejteni, hogy miért ne bőrradírozzál, erről is van videóm, léci, nézzétek meg, nagyon-nagyon-nagyon fontos. De a boltban kapható ilyen műanyag, szemsés, meg habköves bőrradírnál még egyel rosszabb az, hogyha te ezt otthon kikotyvasztod magadnak cukorból, sóból, kávéból, vagy tudom én, mi az atya úristenből. Két okból. Az egyik az az, hogy ugye se a cukor, se a só, se a kávé, semmi ilyesmi, ugye nem művileg előállított anyag. Ezért a szemcsenagysága váltakozó. Tehát mondjuk vegyük csak akkor csak a cukrot. Tehát van benne ugye nagyobb szemcse, meg kisebb szemcse, meg közepes szemcse, meg mindenféle szemcse. És ahogy azt te dörzsölöd a bőrödön ugye ugyanazzal az erővel, a nagyobb szemcsék azok így bele-bele fognak kapni folyamatosan a bőrödbe, mikrosérüléseket okozva ezáltal, amiben belemegy a bacillus, amiből még több pattanásod, meg mindenféle vackod lesz. Akinek eleve érzékeny a bőre, annak hatalmas nagy nónó mindenféle bőrradír. A másik dolog pedig, amikor, és imádom, ez a legjobb, amikor ugye kikever magának egy ilyen nagy adag ilyen cukros szart, aztán azt, mit tudom én, x adagot elhasznál, tehát eleve, ugye károsítja a bőrét, majd pedig a többit félre rakja, és akkor még ezzel bőrradíroz egy hétig. Na most ugye nem véletlenül van az, hogy mindenféle kozmetikai dologban, meg még mindenbe, ami ugye hosszabb ideig kell, hogy elálljon, raknak tartósító szereket. Ez nem azért van, hogy téged mérgezzenek, hanem ez azért van, hogy a molekula szerkezetet stabilan tartsák. Tehát ne induljanak el a mindenféle rothadó-rohadó folyamatok abban a bizonyos termékben, amit te a fejedre raksz. Na most, hogyha te összekevered otthon a cukrot, meg a mit tudom én mi a lófüttyöt, és ugye nyilván abban nem kerül ilyen anyag, hiába teszed te azt be hűtőbe, 24 óra után elindulnak benne a különböző rothadó folyamatok. Próbáljál meg egy meghámozott, mit tudom én, banánt vagy almát kitenni a levegőre, és nézd meg, hogy néz ki 24 óra után. Na, ugyanez lejátszódik a te kis otthon kotyvasztott vackodban. Más kérdés, hogy ezt mondjuk te nem látod, mert mondjuk büdösödni csak, mit tudom én, 3 nap után kezd el, de ettől függetlenül benne vannak, tehát elindulnak benne ezek a folyamatok. Tehát 24 óra után nem elég, hogy rosszat teszel a bőrödnek, nem elég, hogy mikrosérüléseket csinálsz, de még egyébként egy megrohadt valamit pakolsz rá a bőrödre, tehát hogy így ezért vagyok rettentően ellene ennek a mindenféle ilyen otthon kotyvasztott natural skincare baromságnak. És akkor lássuk az 5 plusz 1-et, amit azért tettem így külön, mert ez igazság szerint nem arcápolási termék, de rengeteg különböző vállalat előjön ezzel, úgyhogy nagyon fontosnak tartom beszélni róla. Ez pedig a narancsbőr elleni készítmények, különböző krémek, amik azt ígérik, hogy te bekenegeted vele a sejhajodat, és akkor attól majd te nem leszel narancsbőrös. Na most az a nagyon szomorú hírem van, hogy ugye a narancsbőr az gyakorlatilag felhalmozódott zsírszövet, és az jóval mélyebben van, mint ahova ezek a termékek beszívódásuk véget le tudnak jutni. Tehát, hogyha te valamit kívülről bekensz, akkor ugye a bőr 3 rétege közül, ami ugye hámír, ha bőralja, ezt már nagyon sokszor elmondtam, maximum a hámig jutnak. Ha nagyon jó minőségű, szuperszónikus termékről van szó, esetleg egy icipicit lejuthat az irhába. De a bőr aljába és a bőr alja alá, ahol ezek a zsírszövetek vannak, semmi nem fog ebből a szóból lejutni. Semmi. Az égvilágon. Tehát ez megint olyan, mint ez a zarcgörgetős lófűtő, csak a lelkednek jó, hogy ezzel kenegeted magadat. Ahhoz, hogy a narancsbőr ellen bármit is tenni tudjunk, szakavatott kozmetikus, vagy szakavatott masszőr, vagy testkezelő kell, különböző, megint csak gépek, különböző eljárások, de hogyha te jársz ilyen kezelésekre, és mellette
nem változtatsz az étrendeden, nem változtatsz a mondjuk a sportolási szokásaidon, akkor bizony ez a narancsbőr vissza fog mászni rád, és teljesen mindegy, hogy mivel kenegeted magadat, de egyébként zárójelben megjegyezném, hogy 10-ből 9 nőnek van narancsbőre, tehát ez egy hormonális dolog, ami ugye sajnos minket sújt, a férfiakat meg nem. Úgyhogy nem kell ezen annyira kiakadni, és pláne nem kell nagyon sok ezer forintos vackokat megvenni, és azzal kenegetni magunkat, mindeközben úgy, hogy mindez ráadásul semmit nem fog érni. És aki idáig végig szenvedte a videót, annak a fejében már biztosan megfogalmazódott az a kérdés, hogy jó Petra, de hogyha ezek a vackok nem érnek semmit, mi az Úristennek árulják őket? Hát azért, mert különben miből venné meg a 45. jachtját a Kylie Jenner, meg az összes többi ilyen kis celeb, meg nagy ilyen skincare vállalatok. Nyilván, ha mindenki tudná azt, hogy mi ez a 10 termék, amire neki szüksége van, és csak azt a 10 terméket vásárolná meg állandóan, akkor gyakorlatilag éhen halnának ezek a vállalatok. Tehát nyilván nekik az az érdekük, hogy veled elhitessék, hogy neked erre is, meg arra is, meg amarra is, meg 127 millió dologra szükséged van még akkor is, hogyha ez nem így van, de hál' Istennek vagyunk páran azért, akik próbálnak erre rávilágítani, hogy nem feltétlenül kell az egész pénztárcánkat kigyilkolni ahhoz, hogy jó legyen a bőrünk. Na hát, ha tetszett ez a videó, akkor kérlek nyomj rá egy lájkot, illetve várom kommentben az olyan hülye arcápolós, testápolós termékeket, amivel esetleg ti találkoztatok, és amit én nem vettem bele ebbe a videóba, de esetleg belevehetnék mondjuk egy második részbe, vagy csak beszélgessünk róla, illetve ha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel a csatornámra, igyekszem minden héten feltölteni. Lehet, hogy ez mostanában nem nagyon lesz így, mert ráadásul még a vizsgáimra is kellene tanulnom, de azért igyekszem minden héten feltenni egy-egy új tartalmat, illetve kövessetek a többi social media felületemen is. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!